A rajkunkon keserű a dal, ha nincs a hangban, mik a viadal. A többségből is nem folyik a vér, a pacifista spanyol nemzetén. Dalra, 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 fel, mik a viadalra, fel, felhúg és elfivé, fel bártos honfivé. Egy vizuális kiindulású darabnál, ahol például Picasso képeiből indulunk ki, Picasso helyzeteiből indulunk ki, abból az egyszerű tényből, hogy Picasso lányát szívesen festette játékokkal is, többek között egy hajóval, felmerülnek ilyen identitás kérdések, hogy például mi vagyok én, kérdezi a kislány. Kislány vagyok, valakinek a kedvence, akit állandóan becéznek, vagy pedig már megpróbálok felnőtten gondolkodni. De most ott is van a végén egy dal, amiben azt mondják, hogy valamiben mindenki jó. És ez valóban azt jelenti, hogyha feladatot kap, és hogyha valamilyen olyan vezető szerepe lesz valakinek, akkor túl tud jutni ezen a becézett, agyon szeretett állapoton. Valamiben mindenki jó, a jó, a kis a jó, egyrészt maja, másrészt majó. Hajó, jó, kikötni. Beckerti Tamás sokat segített az egyik könyvével, amiben egy ilyen kis kurzus szemináriumot is tartottunk. A Jól szeretni, ez volt Vekerdének a könyve, és beszélgetjük arról, hogy hogyan kell szeretni, hiszen a szeretet néha az ellenkezőjébe fordul, zsarnokságba például, valaki kikényszeríti azt, hogy szeressék, és így történt Izabella királynővel is. A lelki bánatom következtében kénytelen leszek leüttetni a fejem! Tulajdonképpen a kislány a szeretet folyamán az, hogy egyszer csak szolidaritást érez például az egyik kisfiúnak, az artista fiúnak, aki egyébként Picasso képén is szerepelt a Kék korszakában. Azt a labdát, amit tévedésből a törpe varázsol, ugye, aki Velázquezből érkezett, elvarázsolja a kisfiúnak a gyakorló labdáját, és ezért indulnak el, hogy megszerezzék azt a pénzt, amiből a kisfiú új labdát, vagy új cirkuszt tud vásárolni a munkanélküli apjának. De hát ez ne gondolja senki, hogy ez egy szociódarab igazából. Egy olyan kiindulási pont, egy motívum, amelyek a vándorlást, a kalandot elősegíti, és rengeteg mindennel találkoznak, és sokféle formában történik ez a találkozás. Hiszen Picassónak például voltak tusrajzai, amelyek itt mint tévé képernyőn jelennek meg, a Vika viadalnak a képei, és a királynő ugye erőszakosan azt akarja, hogy élő Vika viadal legyen, és ne a tévéből nézze, el is átkozza a tévét. Mert rengeteg kis kaland van, hiszen méretváltozások is történnek az animáció során. Van, amikor az egész tengert és háborgó tengert, a pici hajó és a pici emberek töltik meg. Ez változik, aztán később léghajóvá. Tehát nagyon sokféle módon születik a kaland. A karpová és a kiben, jó, ha visszaérkezel.